ez a Híradó az Érdi Városi Televízióban. Köszöntöm a nézőket! Városunk könyvtára 1990 óta viseli Csuka Zoltán nevét. Halálának 31. évfordulója alkalmából hétfőn délután megemlékezést és koszorúzást tartottak az Ercsi úti temetőben a költő műfordító sírjánál. Többek között a Városi Könyvtár alkalmazottainak, helyi civil szervezeteknek, a Kós Károly szakképző iskola diákjainak, valamint városunk alpolgármesterének a jelenlétében emlékeztek az 1984-ben elhunyt Csuka Zoltánra tegnap délután az Ercsi úti temetőben. Sok utasát itt szórta szerteszéllyel. A Városi Könyvtár névadójának, a néhai költő, műfordító és irodalomszervező halálának 31. évfordulóján az intézmény jelenlegi igazgatója úgy fogalmazott, Csuka Zoltán nagyon sokat tett Érd kulturális életéért, ezért fontos, hogy időről időre fejet hajtsunk az ő emléke előtt. Elsősorban számunkra a könyvtárosoknak az fontos, mert könyvtárunk névadója. József Attila díjas, kiváló irodalomszervező, műfordító. Az ő irodalom szervezési cselekvése nagyon fontos írt számára. Csuka Zoltán bekapcsolódott itt a polgári, illetve a kulturális életbe nagyon erősen, nagyon gyakran hívta a vendégül költőtársakat, zenészeket, szervezte irodalmi zenés estéket, és innen vitték ugye az Érd város, Érd falu, és Érd község hírnevét. Úgyhogy szerintem nagyon sokat tett az Érd kulturális életért. Csuka Zoltán, városunk első díszpolgára, 1901-ben született a vajdasági Zicsi falván. A József Attila díjas költő és műfordító 1933-ban költözött Érdre. Versei mellett elsősorban a délszláv irodalom hazai tolmácsolójaként is ismert. Az országos irodalomban való részvétellel párhuzamosan a település kulturális életének is aktív szereplője volt. Ennek egyik példája, hogy saját könyvállományából, a saját házában alapította meg Érd első könyvtárát, ami manapság már az ő nevét viseli. Mi könyvtárosok próbálunk ezt minden könyvtári foglalkozáson híresztelni, hirdetni, igen, mi volt a Csuka Zoltánnak a rögeszméje. Ahogy én idéztem itt a megemlékezés során, hogy azt vallotta, hogy nem szerethetem saját népemet, ha a vele egy bolt alatt élő többi népet nem szeretem. Innen ő azt vallotta, hogy ha megismerjük egy más népet, nép irodalmát, attól talán jobb lesz a világ, mi is jobban megismerjük egymást, és a jó szomszédsági viszonyokat ezen is lehet javítani. A rövid ünnepség zárásaként a résztvevők virágok és koszorúk elhelyezésével tisztelegtek a 31 éve elhunyt Csuka Zoltán emléke előtt.